Sziasztok! Ahogy bevezetőben is említettük, ma áttekintenénk, hogy milyen pecs vannak, tehát a legkes kifejtést veszük golcső alá. Ma négy pecspanel panel szeretnénk nektek bemutatni a Fibrint kínálatából, és kezdenénk a legelterjedtebb példányal a PST típussal. A PST típus az egy moduláris teleszkópos, tehát a DECP-beszedelés után is kihúzható pecspanel. Modulitásából rejlik, hogy az előlapot szokat, uh, utólag kell rászerelni, tehát magatok választjátok ki, hogy valahol hány és milyen ajzatot akartok benne elhelyezni. Két vezője létezik, az egy és a két unitos uh, keret, és ugye ezekhez megfelelő egy vagy két unitos előlapokat kell nézni. Az egy unit esetében maximum 24, SC simplex vagy 21 SC duplex ö, toldónak van hely, természetesen, hogyha LC-t használtok, akkor ennek a duplája igaz. Az két pedig 48, illetve 72 SC simplex és duplexes előlapok közül válogathattok. Ezekben a sorozatokban még létezik az régi ST és FC-s toldóknak is hely, úgyhogy ha ilyenbe futtok bele, akkor ez a megoldás lesz nektek a legjobb. Belülre az SCMA típusú kötéstartókozetákat kell szerelni, tehát ezek a stekkelhető fekete kötéstartókozetáink, és hát hátulról tudtok bemenni a kábelekkel és beállásokon keresztül. A másik ennek talán azt mondom, hogy egy szofisztikáltabb verziója, ez a rotációs pecs panel. A rotációs pecs az előnye, hogy nem kihúzni kell, hanem balra vagy jobbra, ezt Déskókkal meg megjelölnetek, kiforgatható a panel, tehát oldalra nyílik, és a tólók benne 45 fokban vannak elhelyezve. Sokkal közelebb lehet így engedni a patch panelt a szekrény ajtajához. Ez főleg faliszekrényeknél lehet kritikus. Ugye ott az aktív eszközhöz kell igazítani a profilsínnek a mélységét, és nem mindig van elég hely ahhoz, hogy a, még később az optikai kábeleknek a toldói komolyabb megtörés nélkül az üvegajtó előtt elférjenek. A PSR patch panel az már három verzióban létezik, van az egy unitos, amiben maximum 48 darab RC Simplex toldót tudunk elhelyezni, a két unitos, amiben 96 fér el az SC Simplexből, és a három unitos, amiben 144. Nagyon fontos, hogy ezekben duplex toldókat nem tudtok rakni, tehát csak simplex toldókat. Duplexből egyedül ugye az LC duplex fér bele, nyilván megduplázva az előbb említett kapacitásokat. Ebbe a panelben már az SCM C típusú kazettákat kell használni, tehát ezek a ovális kazetták, amik már ilyen átfedésben is lapozhatóak. Ez sok szál bevezetésénél mindenféleképp előnye az előbb említett patch panel stackelhető kazettáihoz képest. A harmadik, szintén nagyon elterjedt verzió az a 3 kazettás patch panelünk, a PS19-es sorozat. Ebben állítva tudtok egymás mellé maximum 12 kazettát elhelyezni, kazettánként maximum 12 darab SC Simplex toldóval. Ezek lennék talán a standard megoldások. Ezek után jönnek a már korábbi videómban említett HD patch panelek, amikből létezik a 19 colos félunitos, egyunitos, illetve hárdintos megoldás, de a hárdintosunk is kazettás, de ellenben a PS19-essel, amiben 12 kazettát tudunk elhelyezni, itt már 20-at tudunk egymás mellé berakni. Összegezve így a HD kapacitásokat, mivel ott ugye kazettákról beszélünk, de majd nézzétek meg a videót, aminek belinkeljük ide az a elérhetőségét, hogy kazettánként maximum 12 SC simplex tódót és ennek megfelelő százat tudunk kifejteni. A félünitos ilyen panelünkbe négy ilyen kazettát tudunk belakni, az 8-at, és hogy említettem, a három már 20. -at. Tehát ezt felszorozzátok, az ez azt jelenti, hogy 3 maximum 240 SC Simplex szállat tudunk elhelyezni, ami nagyon-nagyon sok, így duplája közel a PS19-es, szintén nagy kapacitású megoldásnak. Ami a kábelek bevezetését és rögzítését illeti ezekben a panelekben. Az első kettő, tehát a PST és a PSL, az megegyezik. Szokásos módon beviszitek a kábelt magába a panelbe, ott megpontjátok, hozzáfértek a szálakhoz, pászmákhoz, elrendezitek és kifejtitek. Ami a hármintos megoldásokat jelenti, tehát ez legyen akár a PS19-es, akár a HD panel. A HD panelben ez az összes többi HD panel, tehát a fél-megegyűjtőt is ö, érinti. ott nem tudjátok a kábelt bevezetni közvetlenül a pecspanelbe, ezért ez valahol másképp, máshol kell megfogni és rögzíteni. Erre van egy úgynevezett pászmaszét választó megoldásunk, amit rögzítetek a szekrényben. Van erre egy, 19-os, egy 19 amit ezekből többet fel tudsz sorolkoztatni, vagy felrakjátok a szekrény oldalára. Ebben fogadjátok meg a kábeleteket, itt szétválasztjátok a pászmákat, és egy speciális védőcsőbe elindultok a pászmákkal, bele már közvetlenül a rendezőitek kazettáiba, ahol a szálakat később kibontjátok, kifejtitek és hegesztitek. Kicsit másképp kell itt ugye gondolni a kábel elvezetésre, számolni kell rendeléskor, hogy ezeket a pászmazitásztókat is megfelelő mennyiségben, illetve a szálvédő csöveket megfelelő hosszokban megvegyétek, de higgyétek el, hogy sokkal rendezettebb lesz a szekrényetek, a sokkal kevesebb helyet fognak elfoglalni, a pászmák a szekrényben, hiszen csak addig kell elvinni, ameddig el nem érkeztek a kiválasztott patch panelhez vagy annak a tájához. És sokkal jobban lesznek védve a pászmáitok, mint hogyha csak úgy üresen lógnának. Ha szükséges, akkor arra is van megoldás, van egy úgynevezett pászmatartaléktartó fiók, ez egy egyunitos léme patch panel, aminek a, a front panelje csak egy zár, amiben fel tudjátok gyűjteni azt a pászmatartalékot, amit csak arra használtok, ha valamiért ki kell venni a pászmát mondjuk hegesztésre, akkor ugye előre ki tudjátok buktatni a regből a szálhegesztőhöz, és a, amikor visszatoltátok, akkor ez a szál vagy pászma felesleges ne a levegőbe logjon való a szekrény közepén, hanem vissza tudjátok ebbe a tálcába tenni. Remélem tudunk segíteni a patch panelek közötti eligazodásban legközelebb megnézzük, hogy a kábeleket hol tudjuk kifejteni szekrényen kívül. Ez azért így mondom, mert nem fel, csak a kültérre gondolok, gondolunk itt épületen belülre is, de már nem rekkes megoldásokban. Addig is bármi kérdésétek van, jelezzétek, válaszolunk rá, sziasztok, és az erő legyen veletek.